csoportjából. Megadom a szót képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, először engedjék meg, hogy felvilágosítsam a szocialistákat, mert itt Rész Levente képviselőtársam felszólalása alatt többször elhangzott, hogy nem értik, hogy miköze van a Budapest Airportnak ehhez a vizsgálóbizottsághoz. Hát javaslom, hogy olvassák el a címét, ugyanis ez nem csak a Malév, hanem a Budapest Airport privatizációt is vizsgálná. Tehát rossz hírem van, ezt is még a nyakukba fogják kapni. Ugye talán célszerűbb lett volna csatlakozni a mi kezdeményezésünkhöz, és akkor 98-tól vizsgáltuk volna napjainkig a Budapest Airportot. Így most 2002 és 2010 közötti időszakot ugye ugyanúgy önök fogják az egészet a nyakukba kapni. De hát talán majd a következő alkalommal. Igen, hogy megpróbálok rövid lenni és nem ismételni. Szilágyi György képviselőtársa már elmondta a lényeget az álláspontunkról. Természetesen örülünk a vizsgálóbizottság felállásának. Azonban mi is fontosnak véljük kiegészíteni néhány ponttal. Például nagyon fontos lenne vizsgálni a mindenkori menedzsment tevékenységét és a döntéseinek a következményét. Például a már elhangzott repülőgép visszaadások és rendelések kapcsán, az utasellátási szerződések, illetve a Tiszamobil Kft. Alvállalkozói tevékenységét. Ugye emlékszünk, hogy ez volt az a Kft., amelyik a Malév sztrájk során sztrájktörőket biztosított például. Utóbb ezekről kiderült, hogy mind feketén foglalkoztatottak voltak. Érdekes módon ennek a Kft.-nek a Malév egyre romló helyzetétől függetlenül egyre jobb pozíciója lett. Egyetértünk Budai Gyulával abban, hogy nem nekünk kell kinyomozni és a jogi felelősséget megállapítani, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy miben kell feljelentést tenni, ahhoz mindenképpen vizsgálni kell a bizottságba ezeket a dolgokat is. Érdekes lenne azt is megvizsgálni, hogy mi történt Oszkó Péter által állítólag tett feljelentéssel viszontgarancia ügyében. Illetve, hogy értékelték-e a Malév Európán kívüli repülési jogait, és hogy miért hoztak létre erre egy külön céget, amely a márkanévvel is rendelkezett. De sajnos vissza kell térnem ahhoz, hogy fontos lenne egészen napjainkig vizsgálni ezt az időszakot, hogy mit csinált a kormány az elmúlt két évben. Ugyanis azt a felelősséget, hogy hogyan menthette volna meg nem a Malévot, hanem a magyar légügyi szakmát. Kezdve a képzésekkel és a szakemberekkel, akik most vagy külföldre mennek, vagy szépen kiesnek a szakmából, illetve hogy mi történik azzal a piaci réssel, amit most pillanatok alatt a külföldi légitársaságok betöltenek, és ide egy új magyar légitársaságnak betörni, az jelen helyzetben szinte esélytelen. Ez egyértelműen a mostani kormánynak a felelőssége, és hogy mi vezetett ide, és hogy ezt miért hagyták, ezt bizony vizsgálni kellene. Érdekes lenne például megvizsgálni a megelőző vonatkozó jogalkotási folyamatot, hogy egy kicsit felfrissítsük a memóriánkat. 2011 nyarán elfogadta ugye a kétharmad Rogán Antalnak a nemzetgazdasági szempontból kiemelt vállalatok felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslatot. Ezt tette lehetővé, hogy Varga Jenőt jelöljék ki felszámolónak. Ugyanis ugye a hétköznapi cégeknél ez véletlenszerűen zajlik, hogy tehát egy véletlenszerűen generált rendszer állapítja meg a felszámolót, de ezeknél a kiemelt vállalatoknál kijelölik. Aztán december 30-án kihirdették meg azt a pontosító törvényjavaslatot, amit Navracsics Tibor nyújtott be, majd szintén december 30-án három kormányrendeletet is kihirdettek. Az egyik a stratégiai jelentőségű vállalatok felszámolásának eljárási szabályai, majd minden ilyen esetre az Állami Tulajdonú Hitelintézet felszámoló non-profit Kft.-t jelölték ki állami felszámolóként, és a vállalatok stratégiaival minősítésének módját szabályozták. Ezek után január 30-án a Malévöt stratégiai jelentőségűvé minősítették, és pár napra rá csődbe is ment. Tehát kérdés, hogy mi volt a célja a Malév csődbevitelének, ezt most már így kell föltenni ezt a kérdést. Érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy miként fordulhatott elő, hogy a minisztériumon belül a Malévval kizárólag Kocsis Tamás és Rozgonyi Árpád foglalkozhatott, a szakmát teljesen kizárva. Tehát ez borítékolható volt, hogy ide fog vezetni két év alatt a Malév ügye. Önök tudták, hogy milyen állapotban vették át, és ahelyett, hogy megpróbálták volna menteni, ami menthető, csődbe vitték, és most egyértelműen mindent maguktól, minden felelősséget hárítanak maguktól. Tehát ezekre a kérdésekre a 2010-ig bezáró időszakot vizsgálva nem lehet választ adni.
Minden esetre csatlakozom Szilágyi György képviselőtársamhoz abban, hogy reméljük, hogy bizony itt személyi felelősségeket is meg fognak állapítani, hiszen egyébként sem értelme nincs a vizsgálóbizottságnak, és sajnos a vizsgálóbizottság már ezt a jelenlegi helyzetet nem fogja megoldani. Itt már csak a felelősséget lehet megállapítani, de a jövőbeni hasonló esetek elkerülése véget, ez mindenképp fontos lenne, és hangsúlyozzuk, hogy bizony a mostani kormány, a Fidesz-KDNP kormány felelősségét is nagyon komolyan vizsgálni kellene. Köszönöm a szót!